rendkívüli híreinket látják, jó estét kívánok, György Horváth Zsuzsa vagyok. Megkezdődött a délután 6 órára meghirdetett tüntetés, amit Bájer Zsolt tiltakozásul hívott össze, azután, hogy az Európai Bíróság hazánkkal szemben példátlan bírságot szabott ki Magyarország migráns politikája miatt. Az Európai Bizottság budapesti képviselete előtt a helyszínen van tudósítón Kapin Jakab. Szervusz Jakab, mit látsz, miről tudsz beszámolni? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, amint azt szerintem mögöttem is nagyon jól lehet látni, az éppen beszélő Bájer Zsolt felhívására egy több száz fős tömeget sikerült összegyűjtenie ide a Budapest, az Európai Bizottság budapesti képviseletének épülete elé, hogy egy közös ügyért felemeljék a hangjukat és kifejezzék a tiltakozásukat. Egyébként a tér szinte teljesen megtelt, és szerintem a hangokból is jól lehet ezt hallani. A tüntetés maga egyébként 18 órakor kezdődött el, és ennek az apropója nem más, mint az Európai Bíróság Magyarországot sújtó intézkedése. Eszerint egy egyszeri 200 millió eurós és egy napi 1 millió eurós büntetést rótta ki hazánkra annak a migrációt korlátozó politikája miatt. Bájer Zsolt egyébként korábban hangoztatta és úgy fogalmazott, hogy Magyarország nem hajlandó olyan állapotot teremteni határon belül, mint amilyen a nyugati nagyvárosokban uralkodik. Ezért tartja nagyon fontosnak, hogy a magyar emberek kiálljanak az igazságért. A tüntetés maga egyébként meglehetősen békés, bár hangos hangokat is hallunk. Az itt lévő emberek mindannyian egyöntetően elítélik a Magyarországot sújtó büntetést. Az eseményen egyébként megjelent Bencsik András is, és ifjabb Lomnici Zoltán is, aki azt emelte ki a beszédében, hogy nem azért ellenzik a migrációt a magyarok, mert nem vagyunk vendégszeretőek, hanem azért, mert tudjuk jól, hogy mit okozott Nyugat-Európában a migráns helyzet. A helyszínről egyelőre ennyit tudunk elmondani, valamint az, hogy a továbbiakban fogjuk majd kapcsolni Bájer Zsoltot a napi aktuális műsorában, hogy ő is beszámoljon az eseményekről. Kapin Jakabnak köszönjük szépen a tájékoztatást!